Nagy örömömre szolgál, hogy bejelenthetem az immáron 10. jubileumi alkalommal megrendezett létkérdés konferenciát, melynek témája megsebzett föld, a megmentő, te magad légy. Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam, Képes Andrea vagyok, a mai nap háziasszonya, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola egyik oktatója, és igyekszem minden hasznos információval ellátni önöket az előadások közben, és bemutatni az egyes előadókat is. Először is engedjék meg, hogy bemutassam Banyár Magdolnát, Maharani Dévi Dászit, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektorát, aki meg fogja tartani a bemutató beszédét, és ezzel megnyitja ünnepélyesen ezt a csodálatos létkérdés konferenciát. Szeretettel köszöntök minden kedves előadónkat és érdeklődőt, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy eljött erre a konferenciára. Ez egy ünnep számunkra, hiszen a 10. alkalommal rendezzük meg ezt a konferenciát. Kérlek, engedjék meg, hogy bemutassam egy néhány szóval a főiskolát, bár azt hiszem, hogy viszonylag sokan vannak itt, akik jól ismerik. Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola a Krisna Tudatú Hívők Közösségének az államilag elismert főiskolája, amely jelenleg 3 szakon oktat, 2 BA alapszakon, a Vajsnava Teológia és Vajsnava Jóga Mester, valamint 1 mesterszakon, a Vajsnava Teológia Mesterszakon. Mindezeken államilag elismert felsőoktatási diplomát ad. A főiskola mindig nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy fórumot adjon a tudományos közéletnek, a tudomány és vallás párbeszédének és a vallások egymás közötti párbeszédének is. A Létkérdés konferencia az egyik legfontosabb fórumunk, amelyet évente rendezünk meg. És itt, ahogy a neve is mutatja a konferenciának, minden évben igazi létkérdéseket vitatunk meg, amelyek országra, nemre, fajra, földrajzi helyzetre, társadalmi helyzetre való tekintet nélkül mindenkit komolyan érintenek. Mivel most van a 10. alkalom, engedjék meg, hogy egy kicsit beszéljek, nem sokat ígérem, beszéljek a főiskola, a Létkérdés konferencia történetéről. Először 2005-ben rendeztük meg a konferenciát, aminek a témája nagyon stílszerűen az volt, hogy van-e természet fölötti, létezik-e természet fölötti. Aztán tovább lépve a következő évben már a sors kérdéseket vitattuk meg, azaz, hogy sors, meddig terjed a szabad akarat. Aztán beszéltünk az emberi kapcsolatokról, a válságról, a halálról, beszéltünk a vallási konfliktusokról, hogy a vallások háborút vagy békét okoznak az életben, és aztán beszéltünk az egészség pilléreiről, az ajurvédáról, jógáról, és aztán a meditációról, ami szintén mindenkit érint, és főiskolánk különösen jó ebben, a Vajsnava Jóga Mester szakunkon is, és teológia szakunkon is. És tavaly pedig egy nagyon izgalmas kérdést jártunk körbe, a dharma kérdését, amit úgy is lefordíthatnánk, hogy az erkölcsi elvek fontosságának a problémáját, azzal a címmel, hogy miért legyek én tisztességes. Idén egy igazi sorskérdés van terítéken, mégpedig a környezetvédelem, környezetünk megvédésének kérdése, ami egy globális sorskérdés. Felmerülhet önökben a kérdés, hogy hát ez egy nagyon divatos téma, ebben a percben is biztos, hogy a világ sok-sok pontján rendeznek ugyanebből a témából konferenciát, akkor mi az, amit mi újat tudunk mondani erről? Én megígérhetem, hogy jó pár kérdésben ez egy újat mondó konferencia lesz, hiszen meg fogjuk világítani a spirituális hátterét is ennek a problémának, környezetvédelem a fenntarthatóság problémájának. Társadalom történeti aspektusból is megvizsgáljuk a kérdést, de mi a legfontosabb, úgy gondoljuk, hogy a beszéd ideje az be kell, hogy fejeződjön egy ponton, és el kell, hogy jöjjön a cselekvés ideje. És ez a cselekvés, ez úgy kell, hogy történjen, hogy nem várunk másra. Mert mindenki felelős a saját sorsáért, felelős a saját életéért, és felelős a környezetéért is, és ezért mindenkinek magának kell elkezdeni a változást. Ehhez, hogy ebben jó példákat mutassunk, délután
jó néhány olyan kezdeményezést fogunk bemutatni, akik nem vártak másra, hanem kezükbe vették az irányítást, és elkezdtek olyan dolgokat csinálni, amelyekkel a fenntarthatóságot, az egymásra való jobb odafigyelést, a környezetvédelmet szem előtt tartva együttműködnek. Mivel ismerem előadóinkat, akik mindannyian nagyszerű tudósai ennek a területnek, én magam biztos vagyok abban, hogy ez egy rendkívül tanulságos és izgalmas konferencia lesz, amelyhez köszönöm a részvételüket. Hare Krishna, köszönöm szépen!